Jó estét kívánok, ez a 7.24, a nap legfontosabb híreinek összefoglalójával kezdünk. Lázár János közleményben hívta fel munkatársai figyelmét, hogy üzleti tevékenységet ne folytassanak, így nem fordulhat elő olyan helyzet velük kapcsolatban, hogy visszaélésnek akár csak a gyanúja is felmerülhessen. Lázár János azt írta, korábban ezt javasolta L. Simon Lászlónak is, aki az RTL kamerája előtt tagadta le egyik vállalkozását. Ma van a Sziget Fesztivál utolsó napja, történetének legmagasabb látogató számát érheti el a rendezvény. Az elmúlt 6 nap alatt már harmadszor lett teltházas a fesztivál, ez 90 ezer embert jelent ezeken a napokon, miközben minden helyszín üzemel. Eltűnt a radarokról egy indonéz repülőgép, a belföldi járaton 54-en utaztak. A légirányítók nem sokkal a gép tervezett leszállása előtt Pápua felett veszítették el a kapcsolatot a pilótákkal. A 27 éves repülő alig 50 perces útra vállalkozott, most hegyvidéki sűrű erdőkkel borított területen keresik, rossz időjárási viszonyok között. 112-re nőtt a tianjini katasztrofális robbanások halálos áldozatainak száma, 95 embert nem találnak. A kórházakban 722 embert kezelnek, közülük 58-nak súlyos vagy válságos az állapota. 85 tűzoltó tűnt el, hozzátartozói kétségbe esetten követelik a hollétükre vonatkozó információkat, és keresik a magyarázatokat és a felelősöket. Az érintett területen folyamatosan mérik a levegőbe került mérges gázok mennyiségét és a talaj szennyezettségét. Kim Jong-un Putyinnak, Obama a dél-koreai államfőnek írt táviratot Korea felszabadulásának 70. évfordulóján. A ma kettéosztott koreai félsziget 1910-től japán gyarmat volt, egészen a II. Világháború végéig. Elkezdődött a Sziget Fesztivál, elhunyt Zeisel Endre. A bevándorlás ellenes kampányt kiterjeszti a kormány a határon túlra is. A hét legfontosabb eseményeinek összefoglalója. Hétfőn 81 éves korában meghalt Zeisel Endre. A 70-es években ismertük meg a tévéből, genetikusként lett, ma már felfoghatatlanul népszerű. Saját bevallása szerint itthon vitatott személyiség volt, de utolsó nyilatkozatai egyikében azt mondta, talán lehet még itthon is proféta. Az életét az életnek szentelte. Éppen egy éve, amikor átvette már súlyos betegen a Semmelweis díjat, búcsúzásként is erről beszélt. Én tudtam a Shakespeare-i tanítást, hogy a kaszással holnap, ki holnap elragad, csak úgy dacolhatsz, ha gyermeked marad. És olyan jó lenne, ezt a magyar emberek is megértenék, hogy a társadalmi halhatatlanság keveseknek adatik meg. De elvileg a biológiai halhatatlanság az mindenkinek járna, csak ahhoz gyermekek kellenek. Zeisel családtervezéssel kapcsolatos műsorokat készített, könyveiben kutatta a magyarság genetikáját, a művészeink, íróink tehetségének hátterét. Létrehozta a vele született rendellenességek országos nyilvántartását, kiépítette a genetikai tanácsadást. Hétfőn megnyílt a Sziget Fesztivál, az első és legnagyobb sztár Robbie Williams volt, aki zenekarával a Four Seasons Hotelben szállt meg, aztán eltűnt és nem mutatkozott, így aztán az autogramjára várakozók is szétszélettek. Egy egész emeletet bérelt ki a luxus hotelben, ez úgy 20 ezer eurójába kerülhetett éjszakánként. Kedden visszavonták a tervezett etikai eljárást a fekete ruhás ápoló ellen. A szakmai kamara elnöke állította le, azt mondta, komolyan megfenyegették. Sándor Mária a ki nem fizetett túlórák miatt tiltakozott. Nagyon sokan támogatták, a szakmai kamara viszont azzal vádolta meg, hogy a nyilatkozataival megszegte az etikai kódexet, és ezért felelősségre kell vonni. A fesztiválozás kényelmetlen műfaj, sátrazás, közös zuhanyzók, por és meleg, vagy eső és sár. Éppen ezért már sokan igénylik, hogy ennél kényelmesebben élvezhessék a Sziget Fesztivált. Kiderült, hogyan lehetünk VIP-ebbek a VIP-eknél. Az első és legfontosabb kérdés, ha a Szigetre indulunk, hogy hol és hogyan fogunk aludni. A több napos bulizás ugyanis igen kellemetlen lehet, ha mondjuk egy hangos színpad mellett próbálunk pihenni a napsütésben. Erre nyújt megoldást a VIP Camping, ahol biztonságot és kényelmet vásárolhatunk magunknak.
Itt vannak sátrak, lakókocsik és faházak is. Van még csomag megőrző, wifi, medence és külön bolt is. Mindez egyébként alapáron 123 000 forint, benne van a heti jegy és a kempingjegy is. Az elmúlt években jelentősen átalakult, de inkább azt mondom, hogy erősödik az az igény a látogatóink részéről, amikor ők elmennek valahova szórakozni, akkor ezt egy ilyen nyaralásként élik meg, és amit megengedhetünk maguknak, abból a maximumot szeretnék kihozni. És van, amit nem lehet pénzért megvenni, ugyanis a nagy színpad melletti páholya tényleges kiválasztottaknak és a szerencséseknek van fenntartva. És ez nem is lesz másképp, hiába divat már VIP jegyeket árulni a fesztiválokra. Van, aki azt mondja, hogy szerinte az nem baj, hogyha pénzért is lehet vásárolni egyet. Én azt gondolom, hogy az azért baj, mert szerintem onnantól az, aki egyébként tényleg VIP, az nem biztos, hogy jól érzi magát a bőrében, hogyha bárki, aki egyébként ugyanezt pénzért megtehette, hogy VIP-vá upgrade-elte magát. Szerdán az iszlám állam lefejezte Tomislav Szalopeket. A horvát túszt júliusban rabolták el Kairó közelében. Múlt csütörtökön jelentkeztek a terroristák, de a szabadon bocsájtásáért cserébe lehetetlent követeltek azt, hogy engedjék ki az egyiptomi börtönökből az összes muzulmán nőt. Erre a hétvégére tervezett merényletet a brit királyi család tagjai ellen az iszlám állam. Erről a dzsihádisták egyik toborzó tisztje mesélt a Sky News riportereinek, akik hamis profilokat használva heteken át cseteltek a terroristákkal. Az angol hírtévé riporterei két kamu profilt hoztak létre, egy férfit és egy nőit. Egy házas párral léptek kapcsolatba. A férj Junaid Hussein, de az Abu nevet használja. A feleség pedig eredetileg Sally Jones, de Husseinként ismerik. Sally Jones Kentből származik. Az a feladata, hogy angol nőket és lányokat toborozzon a dzsihadisták közé. A Sky News riportereinek részletes leírást küldött arról, hogyan kell házilag bombát készíteni. Azt mondta, Glasgow-ban is beszerveztek egy nőt, aki csak bevetésre vár, és másik két lányt is említett. Azt is mondta, hogy a célpont a brit királyi család, és azt tervezik, hogy most szombaton követnek el ellenük merényletet. Az újságírók végül személyesen is találkoztak egy terrorista kapcsolatukkal. Ő azt állította, hogy már 4-5 brit állampolgárt képeztek ki Szíriában, és visszaküldték őket Angliába. Összesen tehát 7-8 lehetséges terroristáról van szó. Elképzelhetetlen erejű robbanás rázta meg Kínában Tianjin városát. 54-en meghaltak és több mint 700-an megsérültek. Még mindig nem tudni pontosan, mi okozta a pusztító detonációkat. A robbanások gyors egymás utánban követték egymást az ipari övezetben. A lángok az eget nyaldosták. Nem csak a szomszédságban, hanem több mint 2 kilométeres távolságban is betörtek az ablaküvegek, sőt még az akváriumok is szétrobbantak. Azt mondják, az első robbanás egy olyan raktárban következett be, ahol, idézem, veszélyes anyagokat tároltak. Kínai virágnyelven ez robbanóanyagot jelent. Az első fényképek iszonyatos pusztításról tanúskodnak. A robbanások után órákon át tombolt a tűz. Raktárak gyulladtak ki, a nyílt parkolóban pedig kiszállításra váró új autók százai égtek. Szinte mindegyiknek kinyílt az ajtaja a detonációktól. A távolabb parkoló autók is szinte totálkárosak lettek a robbanások után. Behorpadt szinte minden felületük, összetörtek a szélvédők. A tűzoltók hatalmas erővel vonultak a több négyzetkilométeres területre. Közülük is több mint 100-an meghaltak, sokukat még mindig keresik. Lesz menekültellenes plakátkampány külföldön, de nem a háborús övezetekben, hanem a tranzitországokban, például Szerbiában. Lázár János arról nem beszélt, mindez mennyibe fog kerülni. A magyar kormány a kampánnyal a tranzitországokba érkezőknek akar üzenni. Vagyis azoknak, akik az Unióba tartva érkeznek, például Törökországba vagy Szerbiába. Ez azt jelenti, hogy a tegnapi hír miszerint háborús övezetekbe, akár az iszlám állam területére helyeznének plakátokat, nem igaz. Lázár szerint minimum 120 ezeren akarnak idejönni, nekik szól majd az üzenet. Vannak olyan hírszerző információk, hogy legalább 120-150 ezer ember van már Szerbiában, aki azt tervezi, hogy Magyarországra jön, vagy Magyarországon keresztül az Európai Unióba. Szeretnénk őket eltéríteni ettől a szándékuktól ezzel a kampányon, és szeretnénk őket meggyőzni, hogy Magyarországra nekik nem érdemes belépni. A tervek szerint elsősorban az embercsempészeket célozzák meg a plakátok üzeneteivel, de felhívják a figyelmet arra is, hogy nem érdemes Magyarország felé elindulni, mert megépült a kerítés.
Pénteken bemutattuk, hogy rohamosan csökken a Duna vízszintje a hosszantartó kánikula miatt. A vízi áruszállítás már szünetel a folyó fővárosi szakaszán. Így talán a legegyszerűbb szemléltetni, hogy milyen alacsonyan van a Duna vízszintje Budapesten, nem messze elment tőlem egy hajó. Itt állok a Duna kellős közepén. Ezt a helyet úgy hívják, hogy Inségszikla, ez a Gellérthegy lába gyakorlatilag. Csak akkor látható szabad szemmel, hogyha ilyen alacsonyan van a Duna vízszintje, tehát nagyon nagy szárazság esetén. Körülbelül 70 méterre van tőlem a szabadságét, és mintegy 25-30 méterre a budai alsórakpart. Ezt a sziklát szabad szemmel utoljára 2003-ban lehetett látni. Létezik tehát a sokak által városi legendának tartott Inségszikla. Igaz, most még kicsit keresni kellett. Az, hogy gyalog be lehet sétálni a Dunába, már egyértelmű jele az országos szárazságnak. Ezek a gyerekek sem játszhatnak önfeledten a belvárosi szökőkútnál, ha a vízügyi főigazgatóság úgy dönt, vízkorlátozást vezetnek be. Olyankor leállítják a szökőkutakat, mezőgazdasági öntözéseket szakítanak meg, sőt a főpolgármester, ha nagyon nagy a baj, felkérheti a lakosságot, hogy minél kevesebb vizet fogyasszon. Szombaton egy önkéntes segítő volt a 724 embere, akit a menedékkérők csak babaként emlegetnek. Baba mára ikonikus figurává vált. Én nem szeretném azt, hogy úgy jöjjön a médiába, hogy én saját magamat reklámozom, hanem én azt szeretném elérni ezzel, hogy felvállalom az arcomat, hogy figyelmet kapjon, hogy az emberek, akik lejönnek a keletibe, vagy a nyugatiba, vagy a délibe, bármelyik tranzitállomásnál átmennek, ezeket az embereket úgy kezeljék, hogy emberek. Nem kell őket sajnálni. Őknek is segítségre van szükségük, és őket segíteni kell, és ez a legfontosabb. Ez volt a 7.24 friss hírekkel, holnap este várjuk Önöket, legyen szép estéjük, viszontlátásra!